a dél-amerikai Peru fővárosa Lima. Az itteni magyar nagykövetség nem csak Peruban, hanem a szomszédos Bolíviában is ellátja a magyar képviseletet. 2019. április 1-e óta ideiglenes ügyvívő konzul dolgozik itt. Nagykövet nem. A magyar közlönyben akkor azt írták, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter javasolta, Kaleta Gábor volt nagykövet felmentését Áder Jánosnak. Az Index úgy tudja, hogy ez összefüggésben áll egy nemzetközi gyermekpornográfiával kapcsolatos nyomozással, de vasárnap kérdésünkre a külügy ezt nem erősítette meg. Azt írták, amennyiben az Index cikkében szereplő vád, igaz, akkor az ügy az igazságszolgáltatási szervekre tartozik. De fontosnak tartották leszögezni azt is, hogy a tárca a gyermekpornográfiát mindig minden körülmények között megdöbbentő, elfogadhatatlan és szörnyű cselekedetnek tartja. A minisztérium kérdésünkre azt sem indokolta meg, hogy miért kérte Szijjártó Péter Kaleta felmentését. Az Index úgy tudja, hogy a miniszter egy nagyköveti értekezleten is szóba hozta az ügyet, a volt nagykövet megnevezése nélkül. Spanyol és amerikai lapok tavaly decemberben írtak egy nemzetközi rendőrségi műveletről, amelyet a spanyol rendőrség irányított, és világszerte 11 országban vettek őrizetbe gyanúsítottakat, Peruban két embert. A nyomozás több mint egy évig tartott. A lapok azt írták, hogy a WhatsApp nevű csevegő applikáción keresztül küldtek a gyanúsítottak egymásnak pedofil, illetve kiskorúak szexuális bántalmazásával kapcsolatos tartalmakat.